A 20 fős osztály hallgatói a befolyt összegből kutyatápokat, macskatápokat és konzerveket adományoztak az állatmenhelynek. Az osztályfőnök elárulta, hogy a gyerekekkel osztályfőnöki órán találták ki, hogy meglepik a menhely lakóit. Ez a szövetkezés egy nagyon nemes gondolatból született, egy elhatározásból. Osztályfőnöki óra keretein belül szót ejtettünk, illetve beszélgettünk az állatok világnapjáról, ami ugye október 4-én volt esedékes, és azon tűnődtünk, hogy hogyan is lehetne ezt emlékezetessé tenni, vagy megünnepelni egy kicsit a magunk módján. A gyerekek egyből nekiálltak összedobni a pénzüket a hontalan állatoknak, hiszen az osztály legtöbb tagja is állattartó. Nagyjából mindenkinek van otthon vagy kutyája, vagy cicája, és ezért így ez egy közös ötlet igazából, de örültünk neki, hogy az osztályfőnök feldobta ezt az ötletet. A tanulók nem csak tárgyi csomaggal segítették a menhelyen élő kutyák sorsát, hanem az ott lakó állatokat egy séta alkalmával le is mozgatták. A tanulók elárulták, hogy többen rendszeresen is járnak sétáltatni a menhelyre.